Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket a Régió Plus Televízió térségi közéleti magazinjának 20. adásában. Libok Barbara vagyok. Mai műsorunkból megtudhatják, hogyan készül IKLAD, az Aszódi Rendelőintézet javára szervezett rendezvénysorozat második jótékonysági délutánjának lebonyolítására. Hasznos tippeket kaphatnak a megfelelő ágymatrac és ágynemű kiválasztásához, hogy éjszakáik minél inkább pihentetően teljenek. Megismerhetik Szokolik Szabolcsot, a népművészet ifjú mesterét, kétszeres aranysarkantyús táncost, és párját Szokolik Melindát, kétszeres aranygyöngyös táncost, akik megalakítják Turán a hagyományőrző néptánc csoportot. Valamint megismerkedhetnek az értékmentő fodrásszal, vagy úgy is mondhatnám, a kartali kutak felújítójával. Tartsanak velünk! Korábbi adásunkban tájékoztattuk kedves nézőinket a szeptember 24-én megtartott jótékonysági délutánról, melyet a Legyen az Ön Szívügye is alapítvány szervezett, az Aszódi Szakorvosi Rendelőintézet járóbeteg ellátásának komfortosabb áttételére. A rendezvény sorozat stafétáját ezúttal IKLAD vezetősége vette át. Szeretettel köszöntöm tehát stúdiónkban Madarász István polgármester urat. Köszönöm, hogy elfáradt hozzánk, polgármester úr. Szeretném megkérdezni, hogy milyen meggondolásból jött ez az ötlet, hogy Aszód után elsőként önök szervezik meg a következő állomását a rendezvény sorozatnak? A meggondolás az, hogy szeretnénk segíteni mi is a körülményekhez képest, mert nagyon fontos az, hogy a rendelő tovább működhessen. És úgy látszik, hogy a szokásos, az eddigi módon nem tud tovább működni a rendelőintézet. A rendelőintézet, illetve az ott dolgozók is hoztak áldozatokat, hiszen ez az alapítvány is úgy jött létre, hogy Bodó főorvos úr a saját tiszteletdíját ajánlotta föl erre. Azon kívül pedig tisztában vagyunk azzal, hogy mennyire fontos az, hogy ez a rendelőintézet működőképes legyen. Úgy gondolom, hogy példaértékűnek számít ez a felajánlkozás, hogy most önök szervezik meg ezt a délután. Mit szólnak IKLAD lakosai ahhoz, hogy kiveszik a részüket a szervezésből, illetve ők hogyan járulnak ehhez hozzá? IKLAD lakói az újságon keresztül tájékozódtak, illetve az újságon keresztül tájékoztattuk őket arról, hogy lesz ez a rendezvény. Tehát igazából mi nem kérdeztük meg, hanem úgy gondoltuk, hogy fontos ez a dolog, és ezért nekiálltunk a szervezésnek. Az időpont az ugye november 19-e, ami hamarosan itt van. Hogyan készülnek erre a napra? Mi az összes szervezetünkkel, meg az összes csoportunkkal beszéltünk arról, hogy van ez a rendezvény, és aki felajánlkozott, az már el is kezdte a készülődést, és azt az ikladiak november 19-én láthatják majd. Mi lesz a helyszín, ahol ellátogathatunk önökhöz? A helyszín az iskolának a tornaterme lesz, mert reméljük, hogy olyan sokan leszünk, hogy a tornaterem méretei miatt fontos, hogy ott rendezzük a rendezvényt. Kultúrházban 100-120 embernél több nem fér be, és ennél mindenképpen többre számítunk. Milyen programokkal várják ezt a sok látogatót, aki érkezik majd önökhöz? Hát az ikladiak nagyon jól ismerik az ikladi csoportokat. Minden ikladi csoport fel fog lépni az előadáson, és lesznek nem ikladiak is. Nem akarjuk nagyon hosszúra nyújtani, másfél órás rendezvény lesz körülbelül. Azért nem, mert Aszódon is megtörtént az, hogy hát voltak, akik fölálltak, és aztán a végén nem sokan voltunk már ott. Tehát ez a másfél óra egy olyan idő, hogy ennyi idő alatt, tehát ennyi idővel az ott lévők még egy ültükbe kibírják. Hogyha a témájukat tekintjük ezeknek a műsorszámoknak, akkor miket tartalmaz ez a paletta, amit felvonultatnak majd 19-én? Hát lesz tánc, lesz fúvózene, lesz versmondás, mesemondás, iskolások, óvodások fel fognak lépni. Ugye az iskolások, óvodások rendszeresen minden ünnepségnek részesei. Most is szeretnénk, hogyha ott lennének és programot biztosítanának.
És ha jól tudom, akkor mondjuk kevésbé ismertebb fellépők is lesznek, kifejezetten ikladi lakosok, akik versmondással, vers és mesemondással foglalkoznak. Ugye a csoportokról azért sűrűbben hallanak a környék lakói, de ezek a versmondók és mesemondók honnan jöttek, hol, illetve Ikladról, de hogy hol lehetett őket korábban látni? Hát a versmondónk az mindenki által ismert, mert a augusztus 20-ai, illetve az egyéb rendezvényeken azért általában őt szoktuk megkérni, nagyon szépen mond verset, és tehát őt azért jobban ismerik az ikladiak. A mesemondó az ilyen általános iskolás korából ismert mielőttünk, és ugye megkérdeztük őt, hogy nem segítene nekünk, és azt mondta, hogy rendben. Tehát ugye Mega István és Réb Róbert, akikről itt beszélünk, őket is láthatjuk majd akkor ezen a délutánon. Igen. Lesznek-e kísérő programok a főműsorszámokon kívül? Ezt még nem tudom, mert folyamatban van a szervezés. Szeretnénk azt, hogy érdekes dolgokat lehessen látni. Hát remélem, hogy tudunk majd beszerezni ilyen tárgyakat is, amiket esetleg meg lehet vásárolni. De én úgy gondolom, hogy az ikladi emberek tehát inkább abban fognak segíteni, hogy támogató jegyet vásárolnak, mert azt könnyebb beváltani, vagy könnyebb felhasználni. Hogyha azt mondjuk, hogy x forint összegyűlt, azt könnyebben tudjuk átadni, mint hogyha valaki egy képet ajánl, de ha lesz ilyen, akkor fogunk foglalkozni vele, és megpróbáljuk értékesíteni. Tehát, ha jól értem, akkor a felajánlásokat többféle formában meg lehet tenni, és ha jól gondolom, akkor most is ugyanúgy az önkéntes fizikai munka felajánlkozások is szóba jöhetnek. Hát igen, nálunk az önkéntes fizikai munka minden egyes rendezvénynek, hogy így mondjam, kötelező előélete, mert már magát a színpadot is a tornaterembe elég kemény munka felállítani, és ezt a munkát most az iskola vállalta magára, hogy majd ők meg fogják csinálni, fölépítik a színpadot. És természetesen, ha tovább gondoljuk ezt a gondolatmenetet, akkor a szakorvosi rendelőintézet felé is nem csak támogató jeggyel, hanem bármilyen más nem anyagi hozzájárulással is lehet majd a rendezvényen résztvevőknek is akár a segítségüket felajánlani. Hát ehhez azt kellene először tudni, amit én már a múltkor is mondtam, amikor beszélgettünk erről, hogy meg kellene tudni, hogy milyen munkákat kell megcsinálnunk. Tehát ugye mi is tudnánk szervezni arra, hogyha tudjuk azt, hogy mondjuk, amiről a múltkor beszéltünk, WC felújítás, ahhoz ilyen és olyan szakember kell. Tehát akkor tudunk ezzel kapcsolatban beszélni, ha tudjuk azt, hogy mi az a munka, amit ilyen társadalmi munkára szán a rendelőintézet. Reméljük, hogy ezt is meg fogjuk kapni, és akkor attól kezdve nem lesz probléma. Viszont ha jól tudom, akkor már most is több vonalon próbálják szervezni a támogatásokat, hiszen nem csak Iklad önkormányzata, hanem az Evangélikus Egyház is felajánlotta a segítségét. Milyen formában is? Az Evangélikus Egyház tisztelendő úr azt ajánlotta fel, hogy a templomba hirdetni fogja ezt a rendezvényt, és buzdítani fogja az embereket arra, hogy vásároljanak ilyen támogatói jegyet. Ugye a támogatói jegyvásárlást azt úgy gondoltuk, hogy nem csak azon a napon, amikor az előadás lesz, hanem a művelődési házba és a polgármesteri hivatalba már is lehet kapni támogatói jegyeket. Aki esetleg nem tud eljönni a rendezvényre, az ilyen módon segíthet, hogy megveszi a jegyet, hát, és majd aztán máskor nézi meg a csoportokat. Biztosan lesz még rá lehetőség, akár az idén is, vagy akár jövőre is. Igen. Polgármester úr, mit üzenne a környező települések önkormányzatainak, a település vezetőknek ezzel a fontos dologgal kapcsolatban? Igen, tulajdonképpen én nekem üzennem nem nagyon kell, mert a környékbeli települések polgármesterei mind magukénak érzik ezt a dolgot, és az csak egy véletlen, hogy mondjuk én mondtam, hogy most akkor legyen először Ikladon, mert már is volt más jelentkező, a harmadik, a negyedik, ugye tudjuk azt, hogy a következő hónapban Galgahévízen lesz,
aztán februárban, vagy hogyha jól tudom, akkor Domonyban lesz. Tehát igazából nem kell a polgármestereket meggyőzni erről a feladatról. A polgármesterek érzik azt, hogy ezzel, hogy ilyen módon tudnak segíteni, és érzik azt, hogy ez lesz majd az, ami talán megmenti az STK-t. Bízunk benne, hogy érezni fogják. Én biztos vagyok benne, több kollégámmal beszéltem, tehát nem lesz hiány felajánlásba, munkafelajánlásba. Köszönjük szépen, polgármester úr, hogy eljött hozzánk. Én köszönöm a lehetőséget. És kedves nézőinket pedig szeretettel várja Iklad önkormányzata november 19-én, a programsorozat következő állomására, a jótékonysági délutánra. További információkat találhatnak 24 órás képújságunkon és a Regio Plus televízió honlapján a www.regioplustv.hu oldalon. Kedves nézőink, szembesültek már azzal, hogy reggelente fáradtan ébredtek, fájt a nyakuk, a hátuk és gerinc problémáik voltak? Egyesek azt tartják, hogy az ízületi és a gerinc problémák megoldására két nagyon fontos dolgot kell szem előtt tartani. Az egyik a megfelelő lábbeli kiválasztása, a másik pedig a megfelelő matrac kiválasztása. Ezzel az alkalommal a téma szakértőjét, Fekete Editet hívtuk meg stúdiónkba, aki arról fog nekünk beszélni, hogy hogyan is válasszuk ki a megfelelő matracot és a megfelelő ágyneműt otthonunkba. Szeretettel köszöntöm Edit, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Üdvözlöm, én is köszönöm. Manapság ugye nagyon sokat szembesülünk azzal, hogy fáradtan ébredünk, hátfájás, derékfájás. Miért is fontos az, hogy megfelelő és kényelmes matracon aludjunk? Hát először is azzal szeretném kezdeni, hogy életünk egyharmadát tulajdonképpen az ágyban töltjük. Van, aki szeret kényelmesen aludni, és van, aki észre sem veszi, hogy mennyire kényelmetlenül alszik, csak reggel, amikor fölébred, akkor szembesül a problémával, hogy a dereka fáj, a nyaka fáj, és ennek egyetlen egy oka van, hogy nem a megfelelő matracot, és nem a megfelelő ágyneműt használja. Pedig hát javasolni tudnám mindenkinek, hogy ha odafigyelünk arra, hogy mit tegyünk, vagy odafigyelünk a lábbelinkre, akkor figyeljünk arra is oda, hogy éjszaka, hogy töltjük az időt pihenéssel, egészséges pihenéssel kellene töltenünk. Milyen szempontokat kell figyelembe vennünk, amikor mondjuk matrac vásárlásra adjuk a fejünket, hiszen ugye egy ágymatrac megvásárlása azért hosszú évekre szól. Mi az, amit mindenképpen szem előtt kell, hogy tartsunk? Ez így is van, hosszú évekre szól. A legfontosabb, ez egyed, igazából mindenki egy egyén, és egyedre, egyénre szabott legyen az a matrac, amit kiválaszt. Ez függ attól, hogy az illető hány kiló, függ attól, hogy milyen alvási szokásai vannak, oldalt fekszik, hanyat fekszik, vagy hason fekszik, mennyire szereti a kemény fekhelyet, vagy mennyire szereti a puha fekhelyet, de túl ezen van olyan ember, akinek ugye gerinc problémája van, és őnekik viszont kifejezetten javasolt a kemény fekhely. Ebben tudnék sokféle ajánlatot tenni. Milyen termékeket tudna ajánlani? Mik azok a matrac típusok, amik megtalálhatóak, és mondjuk az egészségünket szolgálhatják? Habmagos matracot és bonerugós matracot tudnék javasolni. Mind a kétféle variációból többféle van. Amit az előbb említettem, vannak különböző keménységűek, különböző súlyhatárral rendelkezők, tehát például, ha valaki 120 kg fölött van, akkor mindenképpen egy keményebb matracot javasolnék, ami bonelrugós. Tehát ez a hátgerinc alátámasztásánál nagyon fontos, illetve nagyon fontos, hogy ne fáradjunk el éjszaka abban, hogy megfordulunk, vagy mozgunk, mert ha például valaki nem a megfelelő matracot választja, akkor az is előfordulhat, hogy fáradtabban ébredt föl reggel, mint ahogy lefeküdt.
Milyen szerkezetűek ezek a matracok? Van-e olyan, ami előnyösebb szerkezettel rendelkezik, mondjuk gyermekek vagy felnőttek számára? Tudnék ajánlani egy ilyen terméket, ez egy szendvics szerkezetű kókuszlatex matrac, amiről annyit érdemes tudni, hogy antibakteriális, illetve a poratkákat távol tartják a kókuszréteg, és mint tudjuk, nagyon sokan allergiásak és szenvednek a poratkától, úgyhogy ez már eleve a matraccal kivéthető. Ha már az allergiánál tartunk és a poratkáknál, akkor ugye a matrac csupán az egyik tényező ebben a betegségben, de ugye ott van maga az ágynemű, és az sem mindegy, hogy milyen anyagból készül. Mit tudna javasolni, milyen ágyneműt érdemes választani kifejezetten, hogyha mondjuk valaki hajlamos az allergiás megbetegedésekre? Így van, funkcionális szeltöltetű termékeink vannak, amik nagyon korszerű anyagok, könnyen kezelhetőek. Ez megnyugtató megoldás lehet az allergiások számára. Ezt mindenképpen tudnám ajánlani, illetve van természetes szeltöltetű termékünk is, például a bambusz, az is ezekkel a tulajdonságokkal bír, hogy a poratkát távol tartja, antiallergén, antibakteriális, úgyhogy szerintem kiváló megoldás lehet, ha valaki allergiás. Hogyan tisztíthatóak ezek a termékek? A funkcionális szeltöltetű termékek 60, illetve 90 fokon moshatóak, és szárítógépben száríthatóak is. Hát ez egyébként a beteg embereknél is nagyon fontos, hogy többször tisztán tudjuk tartani az ágyneműt, amiben fekszenek. Nem csak az a fontos egy-egy ilyen termék megvásárlásánál, hogy a vásárló elégedett legyen, hanem manapság egyre inkább hangsúlyos kérdésé válik a környezetvédelem. Ezek a termékek mennyire szolgálják a környezetvédelmi célzatot? A környezetvédelmi előírásoknak maximálisan megfelelnek ezek a termékek. A cég törekszik is erre, hogy minden előírásnak megfeleljenek. Hol készülnek ezek a termékek, Edith? Nagyon fontos tudni erről a termékről, hogy német mintára, de Magyarországon készülnek. Például a pehelytól töltetű termékeket Magyarországon összegyűjtött válogatott tollból és pehelyből állítják elő. Úgy hallottam, hogy manapság már olyan ágyneműk is vannak, amelyek illatosítottak, és ezáltal könnyítik meg az alvást, illetve pihentetőbbé teszik azt. Igen, nálunk is van ilyen termék, és ezt a terméket tudom mindazok embereknek ajánlani, akik szeretnek relaxálva aludni, azaz pihentető, egészséges alvást szeretnének. Úgy kell elképzelnünk ezt a terméket, hogy különböző gyógynövényekből egy kis párnába beleteszik az illatanyagot, és éjszaka fejtik ki hatásukat, amikor mi pihenünk. Akkor ez egy egészen új innovációnak mondható tulajdonképpen. Így van, minden területen megpróbálunk piacon maradni, és szorgos emberkék azon fáradoznak, hogy minden termékünknél a legmodernebb technikát, gyártási eljárást használjuk fel. Természetesen a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően. Most már megvan a matracunk, és megvan az ágynemünk is, már csak egy esztétikus és kellemes tapintású húzat hiányzik. Hogyan válasszuk meg az ágynemű húzatot, mire figyeljünk ebben az esetben? Az ágynemű húzatot is mindenképpen érdemes természetes anyagból kiválasztani, nagyon jó bőrbarát, szintén az allergiásoknak szeretném a figyelmét fölhívni a pamut húzatokra. Úgyhogy széles választékkal várjuk a kedves vevőket. Köszönöm szépen, hogy itt volt velük, és elmondta ezeket a jó tanácsokat. Köszönöm én is. Az elhangzott jó tanácsok után tehát arra buzdítom kedves nézőinket, hogy menjenek és találják meg a számukra legmegfelelőbb ágymatracot, majd keressék meg hozzá a leginkább pihe-puha ágyneműt, és kerítsenek ehhez egy nagyon esztétikus és kellemes tapintású ágynemű húzatot. Pihenjenek jól, hiszen... Egy jó nap éjszaka kezdődik. Turán hamarosan újraindul a néptánc oktatás.
Csupán azért, hogy ne maradjon le a térség környező településeitől a népi hagyományok ápolásában. Ebben fog nekik segíteni Szokolik Melinda és Szokolik Szabolcs. Köszöntelek titeket a stúdióban. Milyen kapcsolódási vonal van a néptánc és a ti életetek között? Hogyan kezdtétek ezt a pályafutást? Azt hiszem, azt mind a ketten elmondhatjuk, hogy közös a történetünk ilyen szempontból, mert mind a ketten gyerekkorunkba kezdtük még ezt az egészet. Én is 6-7 évesen kezdtem, Szabolcs is. Igaz, más helyen, de az életünk tulajdonképpen ezáltal is vonódott össze, hogy mind a ketten ezen a pályán folytattuk az életünket. 6-7 évesen, tehát ha jól értem, akkor az egész életetek a néptáncról, a népi hagyományokról szól. Az eddig életünk az határozottan csak ezt töltötte ki. És úgy tudom, hogy a jövőben is ez lenne a terv. Ugyan nem turaiak vagytok, de mégis Turán fogtok néptáncot oktatni. Miért is? Hát igazából tavaly jött egy fölkérés a Jászság Népi Együttestől, hogy a jelenleg Turán művészeti oktatást, a akkori oktató sajnálatos balesete miatt segítsem ki őket, és vegyem át a szerepét, és ekkor ismerkedtünk meg Seres Tündével, aki akkor még nem volt műfázigazgató, mert azt hiszem otthon volt Gyesem, és miután újra aktív dolgozó lett, ő próbálta meg fölvetni ezt az ötletet, hogy mi lenne, ha betöltenénk ezt az űrt, ami régóta tehetünk Turának az életében. Milyen terveitek vannak ennek az űrnek a betöltésére? Mi az, ami miatt azt mondtátok, hogy igen, ti elvállaljátok ezt a lehetőséget? Igazából már elég éretnek érezzük magunkat ahhoz, hogy egy saját csoportot indítsunk, nevelgessünk, istápoljunk, tanítsunk táncokat, és ez pont ezért jött kapóra ez a felkérés, mert tényleg ezt szeretnénk csinálni. Turán régen volt hagyományőrző csoport, tánccsoport is fiatalokból, és ez már egy jó pár éve hiányzik, és ennek igazából mindenki érzi a hiányát. Melinda, te tanárnőként is dolgozol, és nyilván akkor azt gondolom, hogy talán leginkább te vagy tisztában azzal, hogy milyen is az, amikor a gyerekek fiatalon kikerülnek az iskolából, és aztán szanaszét szóródnak a szélrózsa minden irányába, elhagyva akár a saját településüket. Itt jelenik meg az az űr, amiről Szabolcs ugye beszélt. Miért fontos ezt az űrt nagyon jól kezelni ebben az időszakban a gyerekeknél? Igen, tehát amikor még általános iskolába járnak, akkor ezt még egyszerűbb még őket rávezetni erre a népi hagyományra, mert inkább a játékról és a dalokról szólnak a foglalkozások. Aztán amikor már kamaszodnak, akkor bejönnek a sportok, a szórakozás, ide-oda el. Lézengés tulajdonképpen, és ilyenkor kellene nekik azt az utat megmutatni, hogy van egy olyan közösség, ahova, hogyha eljárnak, akkor kulturáltan is jól tudják magukat érezni, és nagyon jó közösségek szoktak kiforni az ilyenekből. Említetted a sportot és a szórakozást, és ugye ez mindkettő megjelenik a néptáncban. Kicsit igen, így van. Igen, tulajdonképpen azt is. Kondíciót ad, fegyelmet, tehát nagyon sok olyan pluszt, amit igazából itt megkaphatnak. Mi az a plusz, amikről itt beszélgethetünk, és mi az, ami kiemelt fontosságú pluszként megjelenik ebben a témában? Igazából az én meglátásom szerint az a egészséges értékrend, ami most nagyon hiányzik, nem csak a fiatalok, hanem nagyjából az egész társadalomból, és ezt, hogyha gyerekkorban, fiatal felnőtt korban megkapják, utat mutatunk neki, hogy mi is az az értékrend, ami régóta fennáll, és érdemes követni, akkor ez az. Mikor fognak indulni ezek a néptáncoktatások, néptáncórák? Hát reményeink szerint most vasárnap 18 órai kezdett el a turai műfázban. Milyen korcsoportokat fogtok, milyen idős gyerekekre számítotok, vagy esetleg felnőtt csoportot is terveztek? Hát ez az indítatás, ez inkább már a felnőtt és a fiatal felnőtt csoportot irányozza meg, mert pont az van, hogy a művészeti iskolából kikerülve 14-15 évesen nem tudnak hol táncolni esetleg azok a kamaszok, fiatalok, akik szeretnének, és hogyha mutatunk nekik egy utat, hogy mivé is válhat ez az egész, akkor sokkal könnyebb megfogni és tovább táncoltatni őket. És természetesen a hagyományőrzés is nagyon fontos szerepet, sőt a fő irányvonalat ez fogja adni az oktatás során, tehát hogy legelőször is a saját kis közösségnek és kultúrának a táncait, hagyományait elevenítsük fel közösen.
szokásokat, egyebeket. És ugye, ha már hagyományőrzés, akkor itt ugye egyrésztről koncentráltok a fiatalokra, másrésztről pedig gondolom megpróbáltok összekapcsolni a generációkat, hogy folyamatosan az nagyon fontos az, hogy az idősektől lássák és tanulják vissza ezeket a szokásokat, amik ünnepkörhöz, ünnepekhez kapcsolódnak, és igazából ez nem a... Nem szeretem azt, hogy hagyományőrzés, inkább a hagyomány éltetése lenne a fő szempont. Ha jól tudom, akkor itt kifejezetten fókuszáltan a Kárpát-medence tájegységeinek a táncaira fogtok nagy hangsúlyt fektetni. Melyek ezek a táncok, amik itt mondjuk kiemelkedően megjelennek? Hát, hogyha most azt nézzük, hogy a hagyományőrző csoportot, akkor ott kimondottan csak a turai hagyományokat és a turai táncokat szeretnénk feldolgozni. De hogyha lesz elég számú fiatal jelentkező, amit nagyon-nagyon remélünk, mint fiúba, mint lányba, akkor pedig... Főleg fiúba, mert velük nagyon-nagyon sokkal. Tehát velük akkor tényleg az egész Kárpát-medence, Somogy, Észak-Alföld, Dél-Alföld, erdélyi táncok, esetlegesen szlovák-magyar táncok. Tehát ez mind-mind képbe kerülhet és tanítható, tanulható. Hogyan képzelhetünk el egy ilyen néptáncoktatást? Itt ugye nyilván nem csak azon van a hangsúly, hogy valaki a koreográfiát, a mozdulatokat elsajátítsa, hanem nagyon fontos az adott tájegység kultúrájának az ismerete. Ezt hogyan tudjátok átadni? Hát a táncanyagok és a dalok, ezekről mind ugye gyűjtések készültek annak idején. Szerencsés esetben felvételek is, hangos filmek, néma filmek készültek erről. Mi ezeket a gyűjtéseket szoktuk úgymond feldolgozni, magunkévá tenni, és aztán úgy átadni, tehát magukat, az archív anyagokat. Tehát nem csak táncot oktattok, hanem tulajdonképpen elméleti órák is vannak, vagy hát összekapcsolva a kettő. Igen. Tehát magát az életérzést is nagyon fontosnak tartjuk átadni, azt, hogy abban a régi környezetben miért, és egyáltalán miért álltak fel az emberek, és miért így táncoltak, és miért ezzel, és miért azzal. És aztán tényleg magát a technikát, hogy hogyan kell egy ilyen táncot előadni. Mit gondoltok azzal kapcsolatban, hogy nyilván az a legjobb tanulási módszer, hogyha ezek a fiatalok a saját környezetben láthatják az adott táncokat, vagy a viseletet, vagy az ott élő embereket. Van erre lehetőség manapság, vagy tudtok erre megoldást nyújtani, hogy elutazzanak ezekre a tájegységekre? Megoldást persze, természetesen, de az a... Egyetlen baj, nagyon-nagyon kevés helyen van már ez így fellelhető a maga tisztaságában. Tehát leginkább mostani Magyarország területén szinte sehol nem táncolják már úgy a táncokat, ahogy régen. Tehát bálokban, lakodalmakban már nem lelhetőek fel ezek a táncok. Egyedül igazából tényleg Erdély és a felvidék lehet az olyan még kincses bánya, amit élőben lehet látni. És ide nyugodtan ki lehet menni, szervezett úttal tényleg kivisszük a gyerekeket, hogyha erre van igény. Megmutatjuk nekik, próbálunk nekik különböző bálokat szervezni esetleg. Tehát... Terveztek-e fellépéseket akár itthon, akár külföldön, mondjuk egy ilyen tájegységen, ahol ti a turai tánccsoporttal előadjátok az adott hazai táncot azon a tájegységen? Hát a helyi fellépések azok abszolút mindig szerintem a műfáz szervezésében mindig meglesznek. Az pedig majd egy következő lépcső lesz, mikor azt tudjuk mondani, hogy elmegyünk valahol és előadjuk azt, amit mi tudunk. Tehát azért az egy hosszabb folyamatnak az eredménye lesz majd. Egy együttes még felépül, tehát ahhoz viselet és minden háttérnek meg kell lennie, hogy egy fellépés olyan színvonalú is legyen, hogyha tényleg több tánc egy tájegységben akarunk gondolkodni. Nyilván a turai viselet az majd adott lesz, bízunk benne, hogy majd kapunk hozzá segítséget, és biztos is vagyok benne. A többihez majd további felkészülés kell. Mit gondoltok, mivel lehetne motiválni azokat, akik most itt a tévé képernyői előtt elgondolkodtak azon, hogy ott legyünk-e vasárnap, vagy ne legyünk, elmenjünk, ne menjünk, megnézzük, ne nézzük. Akiben felmerül egy ilyen gondolat, de mondjuk egy kicsit tart ettől az egész dologtól. Igazából félni nem kell, mert a mozgás az szerintem mindig mindenkinek öröm, főleg, hogyha ez zenére történik, és táncos mozgás, akkor szerintem nincs olyan ember, aki meghall egy jó muzsikát, akkor ne járjon a lába. Esetleg egy kicsit félénk, akkor
ez tarthatja vissza igazából. De maga a közösség az ilyen helyeken mindig nagyon-nagyon szuper szokott lenni, és jó kialakul, és együtt mennek utána bulizni, együtt szórakoznak, együtt ünnepelnek, busulkodnak, tehát ez mind csak pozitív lehet. Reméljük a búsulkodásból ezért kevesebb jut, de természetesen mindenkit arra buzdítunk a tévéképernyői előtt, hogyha szórakozni, sportolni vágynak egy jó csapatban, egy jó közösségben, akkor keressék fel Melindát és Szabolcsot, és csatlakozzanak a Turai Néptánc csoporthoz. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Vendégem a stúdióban Lipcsei Sándor, az értékmentő fodrász, aki fodrász ugyan, de nem kartali, ám mégis kartali kutakat újított fel, és ez sem kötődik a szakmájához. Köszöntöm Önt, Sándor! Hogyan is van ez a dolog? Hogy Ön fodrász létére kutakat újít, nem kartali, és mégis kartali kutakat újít? Mindenképpen a régiségeket nagyon szeretem, nem csak a kutakba, bármibe, bútorba, vagy bármibe szeretem a régiségeket. Ez a kartali kútfelújítás már régóta foglalkoztat, csak nem tudtam a kutaknak a tulajdonát, hogy ki ezek a kutak. Mindig azt hittem, hogy ezek magántulajdonban vannak, mert egy-egy lakás előtt helyezkednek el, és azt hittem, hogy azoké. És ezt nem tudtam, hogy ez ki. És a végén megkérdeztem a hivatalba, azt mondták, hogy ezek hivatali kutak, tehát a falu kútjai, nem magánszemélyek kútjai, és akkor megkérdeztem, hogy ezzel én kezdhetek-e valamit. Szabad kezet kaptam, és így indult el. Milyen múltra tekintenek vissza ezek a kutak egyébként? Mi az, amit sikerült kiderítenie? Ezekről a kutakról én annyit tudok, hogy volt Gödöllőn egy híres öntő cég, a Mór-féle cég. Állítólag valami leszármazottja, most is él, talán valahol Amerikában, úgy tudom. Ezek Mór-féle kutak, öntött vasból készültek, és ezek onnan származnak. Gödöllőn is van jelenleg egy felállított példánya, Kossuth-Lajos utcában, ha jól tudom. Itt 5 darab van belőle, abból 3 darab van teljes épségben, és 2 darab az pedig elég hiányos állapotban volt, aminek a kútfeje hiányzott. Abból az egyikből virágtartót csináltunk, a másikat pedig hát utánoztuk egy fa esztergálással, mintha igazi lenne, de hát nem igazi, mert az enyészet vagy a vasgyűjtés elvitte. Mikor kezdték meg ezeket a munkálatokat, és mennyi ideig tartott ez a folyamat? Hát ezt nyár elején kezdtem el, az ötlet úgy nyár elején született, és akkor megnéztem, amiket munkákat nem tudtam elvégezni, ahhoz az üzletembe járó, úgymond barátaimmal megbeszéltem, mert voltak heggesztési munkák, esztergálási munkák, azokat a vendégeimmel, barátaimmal megbeszéltem, hogy segítenek-e, szívesen vállalták a segítséget, és amiket én nem tudtam megcsinálni, heggesztés, esztergálás, azokat ők csinálták. Én lefestettem őket, és a festéket azt pedig szintén egy kartról elszármazott aszódon háztartási boltot üzemeltető Magdikától kaptuk, és azzal lett lefestve. Milyen visszajelzéseket kapott? Hogyan fogadták a lakosok ezt a sok-sok újítást? Mik voltak itt a hírek? Meglepően jól, mert ugyan nem tudták először, hogy ezt kicsinálta, de mindenki, hogy láttam a kutat, hogy milyen szép, főleg ez, ami itt a templom előtt van, ebből, amiből virágárvány lett, ez nagyon megragadta a figyelmét mindenkinek, és mondták, hogy láttam, hogy milyen szép, mondom, láttam, mert én csináltam, vagy illetve, hát mit csináltuk. Hát nem is tudták, de hát ez ilyen jó ötlet, olyan jó ötlet, és mindenkinek nagyon tetszett. Számíthatunk-e további új ötletekre Öntől? Elképzelhető. Van ötletem, jelenleg 3, abból egy, a 2-ről nem beszélnék, még az korai. A 3, az első pedig az már folyamatban van, készen is van egy-egy darabja. Ezek mezőgazdasági gépek lennének.
ekekapa, eke, olyanok, amiket a régi parasztgazdák, a kartali gazdák használtak, és azokat szeretném begyűjteni, amiket kartali gazdák használtak, tehát kartaliaktól származik, mert rá szeretném írni, hogy kinek a ajándéka volt, és úgy akarnám kiállítani őket, vagy szeretném. Már van is egy darab van kész, még kettőt szeretnék kapni. Mikorra várható, hogyha megérkeznek ezek a darabok, akkor mikorra várható, és hol lesznek ezek megtekinthetőek? Remélem, hogy reagálni fognak erre a gazdák, és kapok, ami ugye nem is nekem kell, hanem a község díszítésére. Hát tavasszal szeretném folytatni tovább, mondom, ebből egy darab már kész van, az udvaromban van, az kész van, amit majd sikerül még megszerezni, azokat tavaszig szeretném megcsinálni, és felújítani, és kiállítani őket. Hát úgy gondoltam, hogy ide a kút köré, szintén ugye Kartalnak elég széles a főutcája, és egy-egy bizonyos helyen elhelyezni ezeket a nem mezőgazdasági múzeumot szeretnék, hanem csak egy-egy jellegzetes ekét, ekekapát, vagy valamilyen mezőgazdasági gépet. Egy kisebb látványosságot a kartaliaknak. Igen, sőt, inkább azt szeretném a kartaliaknak mondani, hogyha valakinek van ilyen eszköze, akkor ő maga is újítsa föl, és ne az ócskavasba vigye el 1500 forintért, vagy 5000 forintért, hanem újítsa föl, és tegye ki a ház elé, ami díszíti a portáját. És vagy akár juttassa el önhöz, hogy felújítasson az eszköz. Én megcsinálom szívesen, ha ő nem akarja, de köszönöm szépen előre is, ha valaki jelzi azt, hogy van neki ilyen eszköze, és azt elhozza. Sándor, ön nem kartali, ahogyan ezt már az előzőekben megbeszéltük, hanem Békés megyéből származik, de mégis miért érzi szívügyének és ilyen fontosnak azt, hogy a kartali hagyományokat ápolja és életben tartsa? Én 1963-ban március 23-án kerültem Kartalra 17 évesen. Tehát ugye az életem nagy része, nem soká 50 éves, két év múlva 50 éve, hogy itt vagyok Kartalon, és én nekem, hát ez az otthonom szinte már, én Békés megye, nekem már csak emlék, és én olyan régen itt vagyok, hogy nagyon szeretem a községet. Na, én nem tudok Kartal nélkül létezni se. És ha valamit segíthetek, vagy tehetek, akkor ezt miért ne tegyem meg olyan témában, ami nekem a kedvencem, például az régiségek ápolása, és ha ezek összejönnek, akkor esetleg példaértékű lesz a fiataloknak is, látják azt, hogy milyenek voltak a régi eszközök, hogy azért nem érdemes elvinni a vajgyűjtésbe 1500 forintért szerintem, hanem azt őrizzük meg, és lássák, hogy ilyen volt annó. Arra buzdítjuk tehát kedves nézőinket, hogy Lipcsei Sándort ne csak akkor keressék fel, hogyha fodrász szolgáltatásra vágynak, hanem akkor is, hogyha régi, kartali, eredetű földművelési eszközük, ekéjük vagy bármi más használati tárgyuk van. Köszönöm szépen, hogy vendégül jött hozzánk. Én is köszönöm, hogy ezt elmondhattam. Önök a Porta 20. adását látták. Köszönöm, hogy velünk tartottak. További információkért figyeljék 24 órás képújságunkat, vagy látogassák meg honlapunkat a www.regioplustv.hu oldalon. Várom önöket új témákkal a jövő héten is. Viszontlátásra! Műsorunk létrejöttét támogatta Karton Nagyközség önkormányzata és az Aszódi Billerbeck mintabolt.